Tisztelt közgyűlés, tisztelt elnök úr, tisztelt meghívott vendégek, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Fény Nemzetközi Éve alkalmából az akadémiánk idei közgyűlésének ünnepélőadását én tarthatom, és szeretném megköszönni Krón Robert kollégámnak és kedves barátomnak kezdeményezését, illetőleg elnök úrnak és akadémikus társaimnak a lehetőséget. Kicsit meg vagyok illetődve, mert ez az első alkalom, hogy nem csak a fizikus kollégák előtt, hanem az egész magyar tudomány színe java előtt tartatok egy előadást, és talán egy kicsit azért is, mert előre haladott korom ellenére még nem volt lehetőségem ilyen gyönyörű teremben előadást tartani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A vezető, hogyha... A központ itt nem... Ja, monitor alatt, igen, köszönöm szépen. A bevezető képsorok azt próbálják meg a művészetek nyelvén érzékeltetni, hogy a fénynek mennyi különféle arca van, és szintén ugyanezen a nyelven talán egy első érvet is szolgáltatni, hogy miért épp a fényre esett a választás, legkülönfélébb természeti jelenségek és a technika meg annyi eszköze közül, hogy egy világméretű eseménysorozattal tisztelegünk előtte. És vajon vannak tudományos érvek is, amelyek egy ilyen tisztelgés mellett szólnak? És miért pont 2015-ben, és miért pont egy nemzetközi évvel? Mielőtt ezeket a kérdéseket megpróbálnám az előadásom első percében megválaszolni, elnézéssel kell kezdenem, és szíves elnézésüket kell kérjem, hogy a grafikák, időigényes grafikák, illetőleg animációkra való tekintettel fóliáim angol nyelvűek lesznek. Megértésüket előre is köszönöm. Miért éppen 2015? Az az év, amikor a fényt tették egy ilyen nemzetközi megemlékezés középpontjává. Hát egy nyomós érv ezügyben, hogy ebben az évben ünnepelhetjük a fény tudományának, az optikának 1000 éves évfordulóját, amelyet Alhazen arab tudós, aki a nagyító és az optikai leképezés feltalálója munkásságához kötünk. De azt hiszem, legalább ilyen jelentőségű Maxwelli elektrodinamika, illetőleg az optikai szál felfedezése is, amelyeknek szintén kerek évfordulóját, 150-et, illetőleg az 50-et ünnepelhetjük az idei évben. Egy pillanat erejéig visszatérnék Alhazenhez, és idéznék a híres könyvéből, a Book of Optics-ból. The seeker after truth is not the one who studies the writing of the ancients and puts his trust in them, but rather the one who suspects his faith in them and questions what he gathers from them, the one who submits to arguments and demonstration and not the sayings of human beings whose nature is fraught with all kinds of imperfection and deficiency. A mai nyelvre lefordítva ez röviden úgy összegezhető, hogy a tudomány csak is objektív megfigyelésekre, mérésekre, kísérletekre, és nem pedig szubjektív nézetekre és véleményekre alapozható. Alhazen feltehetőleg a modern tudomány egyik legfontosabb módszertani alaptételét fogalmazta meg ezekben a sorokban, ami úgy gondolom legalábbis a tudomány szemszögéből önmagában is megérdemel egy egész világra kiterjedő tisztelgést. De miért pont egy nemzetközi év? Itt röviden válaszként Ban Ki-moon ENSZ főtitkárt idézném. The International Year of Light can be used to expand scientific cooperation, especially in developing countries, advance education in the basic sciences and engage talented young minds in our efforts to build lives of dignity for all. Let there be a year of light.
hogy az oktatás és képzés itt ebben az összefüggésben miért különösen fontos, azt talán Nelson Mandela fogalmazta meg a legtalálóbban és legtömörebben. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. De miért pont a fény? Hát többek között talán azért, mert páratlan jelentőségű létezésünk, mindennapjaink, de a tudomány, technika és a gyógyítás fejlődése, továbbfejlesztése szempontjából is. Utóbbit mi sem támasztja alá jobban, mint hogy eddig összesen 42 Nobel-díjat osztottak ki olyan találmányokért és felfedezésekért, amelyekben a fény alapvető szerepet játszott. Ezek közé tartozik a legelső és eddig legutolsó, illetőleg legutóbbi fizikai Nobel-díj is, amelyeket a röntgenfény, illetőleg a kékfényű LED-k feltalálásáért osztottak ki. De nincs ez másképpen a legutóbbi kémiai Nobel-díj esetében sem, amellyel olyan szuper mikroszkópokat, illetve azok feltalálóját jutalmazták, amelyek a fény, látható fény hullámhosszánál mintegy százszorosan nagyobb felbontó képességgel, illetőleg százszorosan kisebb struktúrákat képesek láthatóvá tenni, mint azt ez a felvétel, amelyet Stefan Hell göttingai kollégámtól kaptam, nagyon meggyőzően bizonyít. Ez a csúcs technológia többek között a sejtek működésének jobb megértését forradalmasíthatja. Még sokkal rövidebb hullámhosszú, szubnanométeres tartományba eső hullámhosszú fénnyel, amit röntgenfénynek neveznek a fizikusok, az anyag atomi struktúrája is feltárható. Röntgendifrakció révén sikerült az anyag, illetve a kristályok periódikus struktúráját felfedezni, és ugyanez a technika tette lehetővé az életünk számára oly fontos DNA molekula atomi struktúrájának felfedezését is, illetőleg azóta számtalan létfontosságú protein struktúrájának a feltárását. Ez a módszer, a röntgendifrakció a fény elektronokon történő szóródásán, illetőleg interferencián alapul, ebből a kettő mechanizmusból következik a fény elhajlása, ebben az esetben a röntgenfény elhajlása, és ez képezi tulajdonképpen annak az alapját, hogy az anyag struktúrájáról atomi felbontással információt tudunk szerezni, mivel a kölcsönhatásban résztvevő részecskék, azok az elektronok, így a közvetlen információ, amit ezzel a módszerrel meg tudunk szerezni, az tulajdonképpen nem más, mint az elektronok atomokon belüli, illetőleg atomok közötti sűrűségeloszlása, amit itt zöld felhővel ábrázolok, és ugyanezt a színkódot meg fogom tartani az előadás további fóliájára is, tehát hogyha bárhol is zöld felhőket látnak, akkor kérem emlékezzenek arra, hogy ez az elektronok sűrűségeloszlását reprezentálja. Mind a röntgendifrakció, mind pedig atomi felbontással rendelkező mikroszkópos technikák, mint például az elektromikroszkópia, ezt a mennyiséget, tehát az elektronok sűrűségeloszlását tudja közvetlen feltárni, és ezek a mindezen technikák akkor működnek jól, addig működnek jól, amíg ez a sűrűségeloszlás időben állandó, más szóval a rendszer nyugalomban, kvantummechanikai alapállapotában van. Sajnos ezt a sajnos, vagy nem sajnos, azok számára, akik ezen a területen dolgoznak, ezt a szívességet az elektronok számunkra a legritkább esetben, vagy ritka esetekben teszik csak meg,
különféle külső behatások következtében nagy valószínűséggel tudnak gerjesztett állapotba kerülni, és ennek következtében rendkívül, szinte elképzelhetetlenül sebes, gyors mozgásba rendülni. Amennyiben ez megtörténik, úgy egyetlen lehetőségünk van ezen folyamatok tanulmányozására, a mikroszkópiát, az eddig ismert mikroszkópiát ki kell terjesztenünk a negyedik dimenzióba, az idő dimenziójába, és ki kell fejlesztenünk azt a képességet, hogy mikroszkópunk ne csak statikus, álló, nyugalomban lévő objektumokról legyen képes nagy felbontással, a szükséges felbontással képeket előállítani, hanem meg tudja ezt tenni akkor is, hogyha a rendszer rendkívül gyorsan változtatja az állapotát. Előadásom a hátralévő részében azt szeretném bemutatni önöknek, hogy a új évezred első éveiben hogyan sikerült ennek a negyedik dimenzióba kiterjedő mikroszkópiának az alapjait lerakni, hogyan sikerült ezt olyan időnagyítással megtenni, amely az eddig elért legjobb mikroszkópok által és elért térbeli nagyítást mintegy milliószorosan meghaladja. Mielőtt erre rátérnék, röviden meg szeretném köszönni munkatársaimnak, együttműködő kollégáknak azt az állhatatosságot és kitartást és odaadást, amelyek nélkül ez az áttörés nem jöhetett volna létre. Szeretnék köszönetet mondani Christian Hackenberger, Dennis Luck kollégáimnak, illetőleg a Woogie Works Animation Studio-nak is az előadásomban szereplő grafikák és animációk elkészítéséért. A természetben az atommagokon kívül előforduló leggyorsabb mozgást elektronok végzik. Ennek a mozgásnak, ezeknek a mozgásoknak a jellemző időskálája néhány tíztől néhány ezer attoszekundumig terjed, tehát egy időegység, amelyben ez a mozgás jól mérhető, az úgynevezett karakterisztikus időegység, a legjobb jellemző időegység erre talán a 100 attoszekundum, amely 10^-16 másodpercnek felel meg. Mivel szemünk közvetlenül csak olyan folyamatokat képes észlelni, amik úgy körülbelül az egy másodperc időskáláján játszódnak le, így ebből a gyorsaságból az következik, hogy az időt fel kell nagyítanunk, hogy a mikroszkópia nyelvén éljek, köznyelven az időt le kell lassítanunk, körülbelül egy 10^16 faktorral ahhoz, hogy ezek az elektronikus mozgások szemünk számára közvetlenül követhetővé váljanak. 10^16 az azt jelent, ez egy olyan nagy számot jelent, ami egyessel kezdődik, és utána 16 nullával végződik. Másképpen fogalmazva, egy olyan mikroszkópra, olyan időmikroszkópra van szükségünk, amely egy 10^16 időnagyítást tesz lehetővé. Hogy ez egy mennyire kolosszális nagyítás, azt a következő egy-két percben megpróbálnám egy térbeli példával érzékeltetni. Ehhez megkérném önöket, hogy képzeljék magukat egy földgolyónk felszínétől körülbelül 1000 kilométer távolságra elhelyezkedő űrállomásba. Szabad szemmel épp, hogy az olasz félszigetet tudjuk felfedezni, viszont egyre növekvő térbeli nagyítással emberi léptékű környezetünk is láthatóvá válik. Ebben az esetben a velencei gyönyörű Szent Márk tér, és hogyha a nagyítást eléggé megnöveljük, ebben az esetben 10^8 nagyságrendig, akkor még egy esőcsepp is láthatóvá válik ezen a téren, 1000 kilométeres távolságból.
ahhoz, hogy egy ilyen ezt meg tudjuk tenni, ahhoz egy olyan méretű, olyan mértékű szögfelbontásra van szükségünk, amelyet jelenleg még egyetlen teleszkóp sem tud biztosítani, viszont ez az állapot hamarosan változik. Az Európai Déli Obszervatórium Chilében építi a világ legnagyobb teleszkópját, amely itt látható, amelynek szögfelbontása pontosan arra lesz elegendő, hogy kb. 1000 kilométerről egy ilyen esőcseppet láthatóvá tegyen. Tehát röviden fogalmazva, egy 18-os térbeli nagyítással ezt ehhez, tehát egy esőcsepp 1000 kilométerről való szemléléséhez egy egyiptomi piramishoz hasonló méretű berendezésre van szükség. Folytassuk utunkat a térbeli nagyítás további növelésével az esőcsepp belsejébe. Ez az út elvezet bennünket a legkisebb élőlények, illetőleg legnagyobb biológiai molekulák mezoszkópikus világán keresztül előbb-utóbb elegendően nagy térbeli nagyítással az atomok és elektronok kozmoszában. Ehhez egy további 18-os nagyításra van szükségünk, amit csúcs elektronmikroszkópok képesek rendelkezésünkre bocsátani. Röviden összegezve tehát, 16-os térbeli nagyítással 1000 kilométer távolságból felfedezhetjük az anyag atomi, illetőleg elektronikus struktúráját, és ehhez a képességhez a világ legnagyobb teleszkópjára, illetőleg a világ legnagyobb felbontású elektronmikroszkópjának együttes bevetésére van szükség. Most nézzük röviden, hogy hol vezet bennünket egy hasonló nagyítás az időben. Ezt az utat is azon a léptéken kezdjük, amit közvetlenül érzékelni tudunk. Ez a körülbelül egy szekundumos, egy másodperces lépték. Ennek talán a legjobb jellemzője szívverésünk, amely körülbelül egyet ver másodpercenként. Innentől kezdve egyre növekvő időnagyítással, köznyelven szólva az idő egyre erősebb lelassításával, egyre gyorsabb folyamatok, egyre apróbb, finomabb részletei válnak láthatóvá. Körülbelül ezerszeres nagyításban, időnagyításban a légy szárnycsapása. Hogyha ezt az időnagyítást tovább folytatjuk, akkor úgy 15-en, 16-os nagyságrendben, tehát körülbelül milliószoros nagyításban a lövedék is, illetőleg annak forgása is lehet, ez láthatóvá válik. 18-on, 19-es nagyítással pedig elvileg azt is megfigyelhetjük, hogy a legmodernebb kompjúterchipekben az elektromos áram hogyan kerül ki és bekapcsolásra néhány billiárdszor másodpercenként. Körülbelül 10-11-en és időnagyítás elvezet minket az atomi skálára, ahol a pikoszekundumos időskálán először a molekulák forgását figyelhetjük meg, aztán a femtoszekundumos időskálán láthatjuk az atomok rezgését molekulákon belül, és hogyha az időnagyítót kb. 10-15-en, 10-16-os nagyításra állítjuk be, akkor végül az atommagon kívüli leggyorsabb folyamatok, elektronikus mozgások is eléggé lassúvá válnak ahhoz, hogy szabad szemmel megfigyelhessük őket. Ezeket a mozgásokat itt ezen a példán elektronok biomolekulákban való migrációja reprezentálja. A következőkben azt szeretném önöknek bemutatni, hogy az attoszekundumos méréstechnika az ezredforduló első éveiben létrehozott attoszekundumos méréstechnika hogyan teszi lehetővé egy ilyen időmikroszkóp 10-15-en, 10-16-os nagyításra, időnagyításra képes időmikroszkóp megalkotását, illetőleg hogyan sikerült ezzel első betekintést nyerni az elektronok rendkívül gyors világába.
Az eddigieket röviden összefoglalva, az attoszekundumos méréstechnika azt teszi időben, amelyre a világ legnagyobb teleszkópja, illetőleg a világ legnagyobb felbontású elektronmikroszkópja együttesen képesek térben. De hogyan is tudunk időben behatolni gyors folyamatok lefolyásába, illetőleg hogyan tudunk egy idő nagyítót, idő mikroszkópot megalkotni. Mindannyian ismerik ennek az alapelvét, ami nem más, mint a gyors fényképezés. Mindannyian tudják, hogy ahhoz, hogy egy gyorsan mozgó objektumnak a mozgását szemünk számára felbonthatóvá, követhetővé tudjuk tenni, ahhoz először is egy olyan kamerára van szükségünk, amely képes pillanatfelvételeket készíteni erről a mozgásról. A lényeg itt az, hogy az expozíciós idő elegendően rövid legyen ahhoz, hogy a felvétel ideje alatt a mozgás befagyasztható legyen. Ebben az esetben, az itteni példán egy kb. Egy mikroszekundumos, tehát a másodperc milliomod részének megfelelő expozíciós idővel sikerült pillanatfelvételeket készíteni egy ilyen lövedékről, tehát a lövedéket mintegy megállítani a felvétel idejére, ebben az esetben a felvétel egy milliomod másodperces idejére, és ezeket a felvételeket rövid egymás utánban elkészítve, és utána a szemünk által követhető másodperces időskálán visszajátszva tanulmányozhatjuk és megfigyelhetjük az eredetileg megfigyelhetetlenül gyors mozgást lassított felvételen. Az alapelv ugyanez marad akkor is, hogyha mikroszkópikus folyamatokat akarunk megfigyelni, mindösszesen az időskála változik. Mint említettem, az elektronok esetében 100 attoszekundum a mozgás karakterisztikus időskálája, következésképpen ahhoz, hogy ezeket a mozgásokat pillanatfelvételeken rögzíthessük, és utána pillanatfelvételekből hasonló módon lassított felvételen a mozgást szemünk számára követhető módon lejátszhassuk, attoszekundumos expozíciós időre van szükség. Ehhez nyilvánvalóan attoszekundumos fényvillanások kellnek, és a következő percekben azt szeretném önöknek elmagyarázni, hogy hogyan lehetséges ilyen fényvillanásokat előállítani. Azt hiszem nem túl meglepő, hogyha annyit elárulok már előzetesen, hogy ezekhez a lézeren keresztül vezet az út, de hogy a lézerre miért van ehhez szükség, és miért elengedhetetlen a lézer ilyen rövidségű fényvillanások előállításához, ahhoz azt hiszem tanulságos, hogyha az utunkat hagyományos fényforrások rövid tanulmányozásával kezdjük, amit talán legjobban egy egyszerű izzólámpa reprezentál. Az ezen áthaladó elektromos áram, az izzószálon áthaladó elektromos áram, az izzószálban lévő atomok kötött elektronjait gerjesztett állapotba hozza, ezek a gerjesztett elektronok teljesen véletlenszerűen és koordinálatlanul, ez itt egy kicsit gyorsan ment, ha talán visszamegyek egyel. Teljesen véletlenszerűen és koordinálatlanul sugároznak ki legkülönbözőbb színű hullámhosszú fényt. Ilyen esetben egyetlen lehetőségünk van rövid fényvillanások előállítására, mégpedig az, azt hiszem ez automatikusan megy, mégpedig az izzószálon átfolyó elektromos áramot kell megpróbálnunk, amilyen gyorsan csak lehet ki- és bekapcsolnunk, és a lehető legrövidebb időtartam, amire az elektromos áramot korlátozni tudjuk, határozza meg a lehető legrövidebb ilyen fényforrással elérhető fényvillanás idejét. Bármennyire is
bármekkora erőfeszítéseket is teszünk, így módon a lehető legrövidebb időtartamú fényvillanás, amit elő tudunk állítani, az éppen hogy egy nanoszekundum, tehát a másodperc egy milliárdod része alatt van, ami még mindig kb. Milliószorosan hosszabb, mint amire szükségünk van az elektronok megfigyeléséhez. A megoldás a lézer, és kérdés az, hogy miben különbözik a lézer, ami lehetővé teszi azt, ami nem lehetséges egy ilyen hagyományos fényforrással, mégpedig többek között rendkívül rövid fényvillanások előállítását. Azt önök mindannyian tudják, hogy lézer képes egy irányba, egy jól definiált irányba fénysugarat előállítani, amit talán kevesebben tudnak önök közül, hogy speciális lézerekkel nem csak egyetlen színű fényt lehet időközben előállítani, hanem színek sokaságát is, és ami a legfontosabb ebben az az, hogy ezek a különböző színű fényhullámok, ezek tökéletes koordinációval kerülnek kisugárzásra, tehát ellentétben az izzólámpával, ahol a különböző színek, különböző hullámhosszok teljesen véletlenszerűen kerülnek kisugárzásra, egy lézer esetében ezek a fényhullámok tökéletes koordinációval kerülnek kibocsátásra, és innen tulajdonképpen már csak egyetlen lépés egy rövid fényvillanás előállítása, mégpedig azt kell biztosítanunk, hogy ezek a különböző színű hullámok, ezeket a különböző színű hullámokat úgy kell egymáshoz szinkronizálnunk, hogy egy adott időpillanatban az összes hullámnak egy hullám maxima egybeessen. Ebben az esetben, hogyha ezeket a hullámokat összeadjuk, akkor ebben a pillanatban nyilván egy nagyon nagy eredő térerősség növekvényt kapunk, mert az összes hullámban a tér ugyanabba az irányba hat. És hogyha innen ettől a pillanattól elmegyünk, akkor látjuk, hogy előbb-utóbb ezek a különböző hullámhosszúságú hullámok elvesztik tulajdonképpen ezt a pozitív szinkronizációt, és elkezdik kioltani egymást, és ez az, ami miatt lecsökken az eredő fénynek az intenzitása. Tehát egy nagyon rövid időtartamú hullámcsomagot tudunk így előállítani, köznyelven szólva egy nagyon rövid fényvillanást. Azok a lézerek, amelyikkel ezeket meg tudjuk tenni, a látható, illetőleg infravörös tartományban működnek, ahol ez a hullámhoz, ez kb. 2-3 femtoszekundumos időtartamú, 2-3000 attoszekundumos időtartamú, és az nyilvánvaló, hogy egy ilyen fényvillanás nem lehet rövidebb, mint egy teljes hullámperiódus, ez a legrövidebb lehetséges villanás, amit elő tudunk állítani, ez időközben sikerült is, ahogy ezt a példa mutatja itt. Viszont ezzel még mindig nem jutottunk el az attoszekundumos tartományra, tehát egy további lépésre van szükség. Mielőtt ezt a lépést megtesszük, tartozom önöknek, legalábbis azoknak a kedves hallgatóimnak és a kedves jelenlévőknek, akik nem fizikus diplomával rendelkeznek, egy rövid magyarázattal, hogy tulajdonképpen mit is értünk mi a fény hullámzása alatt. Tehát mit jelent ez a hullámzás itt, vagy adott esetben a hullámcsomagban itt ez a fel-le mozgás. Nem mást, mint egy olyan erőnek a rendkívül gyors váltakozását, amit itt egyébként egy nyillal jelölünk, amely töltött részecskékre, a mi esetünkben elektronokra hat. Tehát ez a hullámzás, amit itt majd a következő fóliákon is újból és újból látni fognak, ez nem más, mint ennek az erőnek az időbeli lefolyása. Tehát, hogyha egy ilyen hullámvonulatnak egy ilyen félhullám az fölfelé mutat, akkor az azt jelenti, hogy abban a félhullámban az erő az elektronra fölfelé hat. A következő félperiódusban ez megfordul, akkor van egy ilyen lefelé mutató félhullám. Ebben az esetben erre a rövid időtartamra
az elektronokra ható erő lefelé mutat. Tehát egy ilyen fényimpulzusban, amit lézerünk imáron elő tud állítani, amely mindössze egyetlen erős hullámvonulatból áll, tehát egyetlen felfelé és lefelé mutató hullámperiódusból, azt várhatjuk, hogy az elektronokra egy ilyen fél hullámperiódus időtartamára egy fölfelé mutató erő hat, tehát ez a fényhullám fölfelé húzza őket, a következő fél hullámperiódusban pedig lefelé. És nézzük meg, hogy mi történik, hogyha egy ilyen erő, tehát egy gyakorlatilag attoszekundumos időskálán változó erő, hiszen ez a fél hullámhoz ez kb. Egy femtoszekundum időtartamú vörös fényben, tehát gyakorlatilag egy femtoszekundumon belül változik az erő, fel-le, aztán lefelé a következő félperiódusban. Hogyha ez az erő atomokra hat, látni fogjuk, hogy ez vezet el az attoszekundumos fényvillanások előállításához. Itt megint itt van a zöld felhő, tehát ez az elektron eloszlást reprezentálja itt az atomok körül. Jelen esetben itt egy neonatomról van szó. És ezen a ponton, amikor ez az első intenzív hullámmaximum áthalad az atomon, akkor az erő, a fény ereje olyan intenzitásúval válhat, hogy egy elektront ki tud szakítani az atommagot körülvevő elektronfelhőből. És rögtön felmerülhet a kérdés, hogy itt ez a hullám lefelé mutat, és az elektron miért fölfelé jön ki. Hát ez egy sajnálatos és rendkívül szerencsétlen konvenciónak a következménye. Valakik valamikor az elektronnak a töltését negatívnak választották, amiből következőleg a ráható erő irányával ellentétes, tehát a ráható tér, ez a hullámvonalat az elektromos teret jelzi, a ráható tér irányával ellentétes irányú az erő, és ez okozza azt, hogy az elektron fölfelé mozdul. Különösen nem fizikus hallgatóim elnézését kell ezért kérnem, ez egy rendkívül szerencsétlen döntés volt annak idején, de hát most már így van, úgyhogy ezt így kell elfogadnunk. Mindösszesen konvenció. Tehát itt az erő olyan erejűvé vált, hogy az elektron képes kiszakítani atomi kötelékéből. Az első pillanatokban az erő továbbra is fölfelé mutat, tehát az elektron tovább röpíti, tovább távolítja el az atommagtól. Viszont, ahogy ez az időpillanat eléri az atomot, tehát ahogy a hullámnak itt ez a nulla átmenete eléri az atomot, úgy az erő iránya megváltozik. Innentől kezdve a hullám fölfelé mutat, tehát az erő, az elektronalható erő lefelé előjelet vált, irányt vált, és ez az erő visszahúzza az elektront az atomnak közelébe. Tehát tulajdonképpen egy kevesebb, mint egy teljes hullámperiódus lejátszása alatt az elektront kitépjük az atomi kötelékéből, majd pedig visszarepül nagy sebességgel az atommag közelébe. Nagy sebességgel, mert a tér rendkívül erősnek kell ahhoz lennie, hogy az elektron ki tudja szakítani az atomból. Utána ez a rendkívül erős tér felgyorsítja az elektront, először elhúzza az atomot, és utána hatalmas sebességgel visszarepíti az atommag közelébe. És itt az atommag közelében az elektronnak megvan az esélye rá, hogy visszazuhanjon eredeti kötött állapotába. Amennyiben úgy dönt, hogy ezt megteszi, abban az esetben nyilván energiát kell kibocsátania, mégpedig azt az energiát, amit kiruccanása során az elektromos térből, a fény villanás elektromos teréből felvett. Ezt az energiát egy ultraibolya, sőt extrém ultraibolya fénykvantum kibocsátásával emittálja. Ettől az energiától egy ilyen fénykvantum kibocsátásával szabadul meg. Ezt a fénykvantumot fizikusok egyébként fotonoknak nevezik. A folyamat egyidejűleg milliónyi atomban játszódhat le, hogyha az a célunk, hogy egy erőteljes ultraibolya fényvillanást állítsunk elő.
mégpedig tökéletes szinkronizációval, hiszen az összes atomban ugyanaz a jól kontrollált, tökéletesen kontrollált lézerhullám állítja ezt a folyamatot. Következésképp ezek eredője egy erőteljes ultraibolya villanás lehet, amelynek időtartama az elméleti előjelzések szerint a fény hullámperiódusának töredéke. Ez teljesen plauzibilis, hiszen ha emlékezetükbe idézhetem, az egész folyamat, az elektron felszabadítása, illetőleg újrabecsapódása is kevesebb, mint egy teljes fényperiódus. Nyilván maga a becsapódás időtartama az ennek töredéke. Ez a két impulzus utána egy második kamrába irányul, ahol a két impulzust egymáshoz képest azzal a tükörrel, amit itt éppen láttak, késleltetni tudjuk, és ez majd egy alapvető lényeges szerepet fog játszani az idő mikroszkópunk megalkotásánál. Tehát ezzel a, ezekkel az eszközökkel, tehát egyrészt a rövid lézerfény impulzus jól kontrollált elektromos terével, illetőleg az ahhoz szinkronizált feltehetőleg attoszekundumos fényvillanással tudjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy ebben az időtartományban lejátszódó elektronikus folyamatokat közvetlenül megfigyelhessünk. Tehát ez lehetne most a következő lépés, viszont mielőtt ezt a lépést megtesszük, fel kell idéznünk Alhazen szavait, illetőleg tanítását, lefordítva a jelenlegi esetre. Kísérleti fizikusokként, illetőleg fizikusonként egyáltalán, tudósokként egyáltalán nem elégedhetünk meg azzal, hogy elméleti kollégáink kiszámolják és előrejelzik, hogy ez a rövid ultraibolya fényvillanás attoszekundumos időtartamú, bármennyire eminens elméleti kollégák teszik is ezt az előrejelzést, hanem erről méréssel és kísérlettel kell meggyőződnünk, még mielőtt ezeket az eszközöket ténylegesen aztán bevethetjük olyan alkalmazásokra, ahol ez az attoszekundumos időtartam kulcsszerepet játszik. Ehhez azt a berendezést, amit éppen láttak, tehát ezt a két impulzust, ahol ráfokuszáljuk egy megfelelő egymáshoz való késleltetés után egy valamilyen mintára, az attoszekundumos fényvillanás mérésére kell felhasználnunk. Következő pillanatokban azt szeretném megmutatni, hogy ez hogyan történik. Ehhez újból egy atomi sokaságot alkalmazunk. Tehát egy gázhalmaz állapotban lévő atomok sokaságát. Ezekre sugározzuk be az ultraibolya fényvillanást, illetőleg egyidejűleg az őt előállító közel egy ciklusú lézerfény impulzust, és ennek a lézerfény impulzusnak a terében tud ez az attoszekundumos fényvillanás elektronokat kiszabadítani az atomokból, mégpedig az erős lézertér jelenlétében, amit itt ez a piros vonal jelez, és az azt jelenti, hogy, vagy abból az következik, hogy abban a pillanatban, hogy az elektron kiszabadul az atomi kötelékéből, elkezdi érezni ennek a rendkívül erős térnek a hatását, ami egy erőt fejt ki rá, azt megbeszéltük az előbb, és ez az erő ad egy további lökést ennek az elektronnak, és annak függvényében, hogy az erő az éppen milyen irányba mutat, ez a lökés csökkentheti vagy növelheti az elektron eredeti kilökődési sebességét. Ebből következik, hogy az elektronok végső sebességeloszlása változik, és viszonylag egyszerűen megmutatható az, hogy amennyiben a mérendő ultraibolya fényvillanás az egyetlen fél hullámperiódus belsejébe esik, ebben az esetben tulajdonképpen egy egyértelmű monoton leképezés történik az elektronok kiszabadítási ideje és az elektronok végső sebességeloszlása között. Másképpen fogalmazva, az elektronok végső sebességeloszlása, ami viszonylag egyszerűen mérhető, egyértelműen
tükrözi a belső ultraibolya fényvillanás időbeli lefolyását, illetőleg annak hosszát. Mennél hosszabb ez az impulzus, annál jobban kiszélesedik ez az elektron sebességeloszlás. És itt látjuk azt is, hogy ez az impulzus ebben az esetben egy ilyen kicsit nagyobb első villanásból, aztán egy kicsit kisebb második villanásból áll, és ez pedig úgy jelenik meg, hogy itt a sebességeloszláson van egy nagyobb púpítés, itt pedig mögötte egy kisebb. Tehát egy egyértelmű összefüggés van az elektronok végső sebességeloszlása és a mérendő ultraibolya villanás időbeli lefolyás, illetőleg annak hossza között. Talán egy rövid analógia erejéig megemlíteném, hogy itt tulajdonképpen nem másról van szó, mint egy rendkívül gyors kronoszkópról, vagy köznapi nyelven egy rendkívül gyors stopperóráról. Hogyan is mérünk tulajdonképpen mi időt? Hát időt úgy mérünk, hogy valaminek kontrollált módon mozognia kell. Stopperóra esetében ugye ez egy mutató, forog körbe, és a mutató körbefordulásából annak megfelelően, hogy mennyire fordul el, vagy hányszor fordul körbe, tudjuk leolvasni, hogy mennyi idő telt el. Most ennek a stopperóra mutatónak a szerepét ebben az esetben a rendkívül gyorsan és precízen kontrollálton változó elektromos tere a rövid lézerimpulzusoknak veszi át a szerepét. Ugyanis ez az az erő, ami megteremti, aminek változása hozzárendeli az elektronok sebességváltozását az elektronnak a kiszabadítási időpontjához. Attól függően, hogy melyik időpontban szabadul ki az elektron, más erő hat rá, és ennek megfelelően különböző lesz a végső sebességváltozása. Tehát az elektromos térnek a precíz, attoszekundumos időskálán történő változása ebben az esetben a stopperóra mutatója. Ez a stopperóra nem másodperces időskálán jár körbe, hanem femtoszekundumos időskálán. Egy körbefordulás az nagyjából femtoszekundum, tehát szépen tudjuk még a teljes körbefordulás előtt az attoszekundumokat is mérni. Amennyiben az ultraibolya impulzus időtartama jóval rövidebb, mint a fényhullám periódusa, úgy gyakorlatilag semmilyen kiszélesedés nem történik, viszont hogyha azt az impulzust késleltetjük lépésről lépésre az elektromos a lézerfény elektromos teréhez képest, akkor egy ilyen felletolódást várhatunk az elektron sebességeloszlásában. Ez gyakorlatilag ugyanúgy hullámzik akkor, mint a ráható lézerfény tere hullámzik, és itt láthatjuk azt, hogy ténylegesen ez az, amit a mérés mutat. És egy ilyen mérési eredménnyel sikerült első ízben az attoszekundumos impulzusok létezését 2001-ben bizonyítani. Ebből a felvételből tulajdonképpen mindenféle kiértékelés nélkül egyértelmű, hogy itt attoszekundumos impulzusok, attoszekundumos fényvillanások kell, hogy szerepet játszanak, ugyanis felhívnám kedves figyelmüket arra, hogy ennek a lézerfénynek az egyetlen félperiódus az körülbelül egyetlen femtoszekundum időtartamú. Tehát ahhoz, hogy ezt a félperiódust ilyen tisztán felbonthassuk, a kamera expozíciós ideje nyilván jóval rövidebb kell, hogy legyen, mint ez az egyetlen femtoszekundum. Az expozíciós idő ebben az esetben az ultraibolya fényvillanásnak az időtartama, amely ebben a konkrét esetben néhány százattoszekundumos volt. A kanadai kollégámmal, Paul Qualcommal, akivel az első kísérleteket együttműködésben elvégeztük, ezt a mérési elvet, illetőleg az őt implementáló, végrehajtó berendezést attoszekundumos streak kamerának neveztük el. És az első mérés ezzel a streak kamerával azóta csoportunk, illetőleg munkánk jelképévé vált. Az utolsó maradék néhány percben azt szeretném megmutatni önöknek, hogy hogyan lehet ezekkel az eszközökkel immáron precízen
jellemzett, megmért eszközökkel, tehát egyrészt a körülbelül egy erőteljes hullámvonulatból álló lézerfényimpulzusunk attoszekundumos időskálán változó, kontrolláltan változó elektromos terét, illetőleg abból adódó fényerőt, illetőleg a hozzá precízen, attoszekundumos pontossággal szinkronizált ultraibolya fényvillanást rendkívül gyors, eddig elérhetetlen, hozzáférhetetlen gyorsaságú elektronikus folyamatok tanulmányozására használni. Ehhez a talán egyik legalapvetőbb erős lézertér, elős fénytér anyag kölcsönhatást szeretném példának venni, mégpedig az erős lézertér által okozott ionizáció folyamatát. Már az attoszekundumos impulzusok előállítása kapcsán azt bemutató animációban felhívtam figyelmüket arra, hogy az első lépés ezeknek a fényvillanásoknak az előállításába az elektron atomi kötelékből való kiszabadítása. Ezt a folyamatot fizikusok ionizációnak nevezik. Ez a kiszakítás akkor tud megtörténni, hogyha a fény elektromos terének ereje összemérhetővé válik azokkal az erőkkel, amik az elektront az atommaghoz kötik. Manapság teljesen egyszerű és hétköznapi dolog olyan lézerimpulzusokat előállítani, illetőleg használni is, amelyek elegendően erős térrel, elektromos térrel rendelkeznek ahhoz, hogy mindenféle különösebb erőködés nélkül elektronokat atomokból ki tudjanak szakítani. Tehát itt röviden emlékezetükbe idézném még egyszer, hogy ez hogy játszódik le, legalábbis az elmélet szerint. Amikor a intenzitás eléggé erőteljessé válik, akkor az elektron kiszakítható, sőt, az is lehetséges, hogy ennek során az atomban visszamaradó elektronok is mozgásba lendülnek, mint ahogy ez a kis animáció megpróbálja érzékeltetni. Mindkét folyamat különböző okokból nagyon fontos, és nagyon fontos lenne megérteni is őket. Egy kicsit csaltam, amikor bemutattam önöknek az attoszekundumos impulzusok előállítását, ugyanis nem hangsúlyoztam azt, amit az ionizációról elmondtam, az első lépése az egész folyamatnak, tehát hogy az elektront kiszakítjuk az atomból, az annak a lejátszódása úgy, ahogy azt a film bemutatta önöknek, az tulajdonképpen jelenleg, vagy a legutóbbi közelmúltig tulajdonképpen csak egy elméleti előrejelzés volt. Kiváló elméleti kollégák előrejelzése ugyan, de csak egy előrejelzés. Az attoszekundumos méréstechnika most megadja azt a lehetőséget, hogy ezt az előrejelzést, mégpedig, hogy az elektron tényleg egy ilyen hullámhegynek a csúcsán, gyakorlatilag a hullámhegy időtartamán belül, tehát egy rövidebb időtartamban, mint egy fél hullám hossza kiszakítható az atomból. Hogy ez tényleg így van-e, azt ugyan elmélet jósolta, de kísérlet még nem bizonyította, mindaddig, amíg ezek az attoszekundumos impulzusok rendelkezésre nem álltak. Most megvan a lehetőség, egész egyszerűen az ionizáció folyamata alatt besugározzuk az attoszekundumos fényvillanást, ezzel mintegy átvilágítjuk az atomot, és amit ez a képernyő itt mutat, az tulajdonképpen nem más, mint az atomon áthaladt ultraibolya, extrém ultraibolya fotonok energiaeloszlása, és ez az energiaeloszlás változik az ultraibolya villanás késleltetésének a függvényében. Tehát minden egyes alkalommal, amielőtt ezt a villanást bejátsszuk, jön az erős lézer fény,
elindítja azt a folyamatot, amit tanulmányozni szeretnénk, ebben az esetben az ionizáció folyamatát, és ehhez a folyamathoz képest egy megfelelő késleltetéssel bejön a második impulzus, ez a fényvillanás, és felveszi a pillanatfelvételt. Ez itt a pillanatfelvétel. Hát ez önöknek talán most csalódást okoz, mert ez nem egy térbeli elektronelosztás, az lenne a legszebb, hogyha itt mindjárt azt látnánk. Ehhez sajnos ezek az impulzusok, amik jelenleg állnak rendelkezésre, még nem alkalmasak, mert a hullámhosszuk túlságosan hosszú ahhoz, hogy megfelelő atomiskálán a szükséges térbeli felbontást elérjük. Viszont, amit nagyon jól tudunk mérni, az atomon áthaladt fényvillanás energiáloszlása, és viszonylag egyszerű, tehát nem komplikált, nem komplex rendszerek esetében, mint egy ilyen atom. Szerencsére az elmélet már eljutott odáig, hogy egy ilyen foton eloszlásból vissza tudja számolni azt, hogy, és nagyon nagy megbízhatósággal meg tudja határozni azt, hogy mi történik az atom belsejében, és az elektronok azok éppen hogyan viselkednek ott. Ezzel a méréssel sikerült immáron az ionizáció folyamatát tanulmányozni, de mielőtt ezt megmutatnám ennek az eredményét, röviden az elméleti előrejelzés, tehát ez a rövid, nagyjából egy hullámciklusból álló lézerfény tere beesik az atomba, vagy rá esik az atomra, és az elméleti előrejelzés az, hogy a legintenzívebb pontján ennek a belső rövid fényvillanásnak történik meg az ionizáció. Ez a zöld görbe itt nem más, mint az ion előállítási valószínűsége. Látjuk, hogy itt az impulzus a fényvillanás elején és végén gyakorlatilag nem történik semmi, ez a populáció nagyjából állandó, és a populáció nulláról egy adott jelentős értékre itt az impulzus közepén, ahol a fényerő, ami az elektront kiszakítani képes az atomból, a legnagyobb, ott fut fel az ionizáció. Tehát ez az elméleti előrejelzés. Ebben az esetben az orosz iskola előrejelzése Amonosov, Delonen, Krajnov, a kiváló tudósok, akik ezt az elméletet megalkották, és ennek az elméletnek a felhasználásával tudtuk kiszámolni a mi rendkívül rövid fényimpulzusunkra, hogy ez az ionizáció tényleg, legalábbis az elmélet előrejelzése szerint, itt a középső félciklus, tehát egy femtoszekundumos időtartamon belülre korlátozódik. És most ezt néztük meg aztán, hogy ez az attoszekundumos impulzusok segítségével meg tudjuk ezt erősíteni. Itt látják a mérési eredményt, amely tényleg nagyszerű, legalábbis kvalitatív egy összhangot mutat az elméleti előrejelzéssel, apró eltérésekkel, egy kicsit lassabban történik az ionizáció, mint ahogy ezt az elmélet előjelzi, de ez a kicsit lassabb, ez relatív. Ez a lassúság azt jelenti, hogy az elektron még mindig kb. 700 attoszekundumon belül kerül kiszabadításra. Ugyanez a technika, tehát a ultraibolya fényvillanás besugárzásával meg tudjuk azt is nézni, hogy mi történik az atomban az ionizáció után, miután az elektront kiszakítottuk. Ehhez mindösszesen az ultraibolya villanást egy kicsit jobban meg kell késleltetni ahhoz a lézerfényimpulzus képest, ami az elektront kiszakította az atomból. Ebben a kísérletben kripton atomokat használtunk, és nekik az a speciális tulajdonsága, hogy ez az elektron, amit itt kiszakítunk, ez két lehetséges kvantumállapotból származhat, amiből az az elméleti előrejelzés következik, hogy a atomban visszamaradó üreg, tehát az elektronnak a helye, az lüktetésbe kezd, miután ez a kiszakítás megtörténik, mégpedig mintegy 6 femtoszekundumos periódus hosszal, ami a két energiaállapotnak a különbsége, amiből az elektron kiszakítható. Fizikus kollégák számára ez egy kvantummechanikai hullámcsomag, amit itt létrehozunk, és ez a hullámcsomag, mivel két saját állapotból, energia saját állapotból terülődik össze, így a
két energia saját állapot energia különbségének megfelelő frekvenciával lélegzik, lüktet ez a hullámcsomag, ez a periódushoz az elmélet szerint 6 femtoszekundum, és itt láthatjuk az üreg eloszlását, formáját, amit rekonstruálni tudunk az attoszekundumos expozíciós idejű pillanatfelvételekből, és azt is látjuk, hogy ez az üreg tényleg kb. 6 femtoszekundumos, 6000 attoszekundumos periódus hosszal változtatja a formáját. Ezekből a pillanatfelvételekből, mint a bevezetőben ígértem, vissza összerakható a mozgás, azon az időskálán, amin közvetlen meg tudjuk figyelni, tehát kb. Egy szekundumos időskálán, tehát ebben az esetben egy 10-15-ön és időnagyításra van szükség ahhoz, hogy ezt a mozgást megjelenthetessük. Rögtön végére érek az előadásomnak. Hangsúlyozni szeretném, hogy azok az elektronok, amik ebben a folyamatban részt vesznek, azok a külső atomi elektronok, azok kulcsszerepet játszanak az atomok molekulákká történő összeállásában, illetőleg akár molekulák strukturális változásában. Így rendkívül fontos lenne az ilyen jellegű elektronikus folyamatokat komplex rendszerekben is megfigyelni. Ehhez viszont még egy rendkívül lényeges lépésre van szükségünk, mégpedig attoszekundumos impulzusok sokkal rövidebb hullámoszokon való előállítására, mint az eddig lehetséges volt, szubnanométeres hullámhosszakon, tehát igazi attoszekundumos röntgenimpulzus. Ennek segítségével lehetővé fog válni a röntgendiffrakció összeházasítása az attoszekundumos pillanatfelvételekkel, és a röntgendiffrakciós képek attoszekundumos pillanatfelvételek formájában szolgáltathatnak majd közvetlen információt, elektronikus, tehát az atomagon történő, atomagon kívüli leggyorsabb mozgások, bármiféle leggyorsabb mozgás legkülönbözőbb komplex rendszerekben történő lefolyásáról. Ezt átugrom, hogy a az időkereten nagyjából az időkeretben maradhassak. Talán egyetlen szó erejéig. Itt egy attoszekundumos méréssel azt állapítottuk meg, hogy egy rendkívül erőteljes impulzus hogyan tudja megváltoztatni az anyag optikai tulajdonságait, ebben esetben a törésmutatóját, ami visszahat az áthaladt fény hullámra, és el tudja tolni annak a fázisát. Ez a fázistolás az impulzus maximán csúcsán rendkívül jelentős lehet, viszont mindösszesen 3 femtoszekundummal, tehát másfél hullámosszal később teljesen kikapcsolható. Ez a fázistolás képes egy bitnyi információ átvitelére, tehát itt tulajdonképpen ezzel a méréssel feltárul annak lehetősége, hogy a jelfeldolgozást a mai néhány 10 gigabit pro szekundumos sebességről a petahertzes tartományban mintegy 100,000-szeresen felgyorsítsuk. Mindezek a kilátások egyre több kutató érdeklődését keltik fel világszerte, akik egyre növekvő számú attoszekundumos laboratóriumban végezhetik munkájukat. Időközben ezek száma az 50-hez közelít, és az utolsó 3-at, amelyek az utóbbi másfél évben kerültek felépítésre, a csoportom és munkatársaim jelentős közreműködésével, támogatásával sikerült létrehozni, és szívből és alázattal ajánlom fel ez irányú mindenféle lehetséges formában történő segítségünket és támogatásunkat a Szegedi Éli Alps Kutatóközpont infrastruktúrájának a megépítéséhez, ahhoz, hogy a négydimenziós szupermikroszkóp álma Magyarországon valósulhasson meg elsőként.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!